2015 році у закарпатському місті Мукачево було засновано боксерський клуб «Ром Спорт». Most fogjuk ünnepelni a negyedik évfordulóját a Rom Sport boxklubunknak a megalapítását, és már lassan hagyományként szervezünk meg ezt a boxmérkőzéseket, ahol már nem csak Ukrajnából jönnek különböző boxklubokból, hanem külföldön Magyarország, Svájciak, Szlovákiából, és reméljük ez még csak növekedni fog, gyarapodni fog, és tényleg örülünk annak, hogy létrejöhetett ez az egész szervezetünk, a Rom Sport, mert nagyon reméljük azt, hogy ez pozitívumot visz a gyerekeknek, akikkel foglalkozunk az életében, ha valakinek lehet negatív véleménye van erről, hogy micsoda dolog gyerekeket boxolni, tanítani. Igyekszünk, hogy nem agresszivitást vinni belőle, hanem inkább fejleszteni, hogy minél több türelemmel legyenek, kitartással, fegyelmezettek legyenek, az alázat mindenképpen meglegyen, és mások iránt a tisztelet. És a box ilyen téren nagyon nagy segítség a számunkra, hogy a gyerekeket így tudjunk nevelni, és motiválni tudjunk minél több pozitív dologra az életükben. Мені 13 років, боксом займаюся, тепер буде 2 роки почти. А хто тебе привів на бокс? У мене є маленький друг, звати його Тібері. Отак він гуляв, один раз каже, звідує у нього, куди йдеш? Він каже, йду на бокс. Каже, хочеш зі мною? То думаю, попробую. І з тих часів я ходжу на бокс, на тренування. Дуже класний тренер, молодий, амбіціозний характер, такий молодий. Любить цей тренер. Elkezdtem 10 évesen kezdni a boxot. Már 13 éve járok. Amikor kijött a Rom Sport, elkezdtem járni. Most fogok boxolni, és meg akarom nyerni. A barátom elkezdtek ide járni, és én elhatároztam, hogy megpróbálom, ha nem jó lesz, akkor nem járok, de ha jó lesz, akkor elkezdem ezt csinálni. Amikor elkezdtem, kicsit féltem, de sok barátot szereztem, fejlődtem, de hogy is mondjam, kicsit féltem, hogy én nem jól fogok boxolni, de hál' Istennek a barátom segítettek, és egyre többet fejlődtem, és az edzésen a legjobban azt tetszik nekem, amikor boxolunk, de igaz, kaptam pár pofont, de adtam is már pár embereknek, és én ezt a versenyt, ami lesz nekem, én elbukom, én nem fogom feladni, mert tudom, hogy küzdeni kell, ha el is bukunk, fel kell állni, de minden hamarabb elérünk a célunkat. Ми рахуємо, що вони відмінно працюють, це раз. Перспектива розвитку є, то що багато дітей, вони, діти ромської національності, вони десь природньо більш активні, у них більше двигательних навиків, що нема в других дітей, других національностей. І за рахунок цього, вміло використовуючи ці їхні здібності, так, можна рухатись в великому спорті і дуже чудово. За 4 роки тренер Йосип зміг добитися чудових результатів. Маючи невеликий досвід тренерської роботи, він зміг вже підготувати регіонального чемпіона України та призера чемпіона України. Рахую, за такий короткий період, не маючи тренерського досвіду, можна так сказати, ну він прислуховується до своїх старших колег-тренерів, особливо до Вишньова Валерія Анатолійовича, до Салахєва Олександра, і вміє навчатися, це дуже важливо, вміє їх слухати, вміє робити висновки, і це йому допомагає прогресувати в цій роботі тренерській.
Egy héten ötször, és minden nap 5 órától 7 óráig. Itt nálunk most járnak 15 gyerek körülbelül. Többet nem tudunk elviselni, mert kicsi a terem. A 15-ből 10 fog versenyezni, és gondolom a versenyen több mint 100 versenyző lesz. Ez a verseny most fog negyedszörre megismétlődni, a Romsport klub versenye. Jönnek magyarok, szlovákok és Ukrajnából több klubok. Az ismerőseink, barátainkat meghívtunk, és ők jönnek. Nagyon sok versenyen voltunk már, ezekből kiemelném az ukrán bajnokságot 2019-ben, ami Dnyepropetrovszkban volt, ottan harmadik helyen végzett az egyik versenyző, Holinszky Krisztián, és voltunk Odesszában, ukrán bajnokságon, az is ezen az éven, ottan nem nyertünk. Ilyen megyei bajnokságokat szinte mindet nyerünk. Szerintem mind. Mindnek meg kell, hogy nyerjük, mert nagyon készülünk, és fel vannak készülve a gyerekek. Разрешается заниматься таким видом спорта, как бокс, вот сейчас по новым правилам, это, скажем так, лет с 10-12. Но можете себе так представить, у нас чемпионат Украины официально уже проводится для детей с 12-13 лет. То есть, чтобы подвести к этому возрасту ребенка на уровень чемпионата Украины, ну, надо как минимум 2-3 года. Ну, вот считаем, значит, начинать можно лет с 8-9. Возможности спортклуба «Ромбокс», я вам скажу, очень большие. Не за неполных 4 года они уже имеют призеры Украины. Даже в такой возрастной группе, как молодежь. У них Голинский Крестьян стал бронзовым призером чемпионата Украины серед молоді, среди молодежи. Это 17-18 років. Jónás Andris, aki nemrég boxolt, megnyerte, ő már, ahogy kinyílott a klub, első perccel ott van, most kb. 2 hónapot nem edzett, de meghallotta, hogy lesz a verseny, visszajött, elkezdett edzeni, és megmutatta, hogy igen, ő jó boxol. 9 döntős van a Romsportban, akitől gondolom 5-6, aki meg kell, hogy nyerje az első helyet.
Csikló, hogy te vegyes, kérde Pohorszki. Várjátok, hogy megyek. Mit kérdezik? Várjátok, hogy megyek. Csikló, hogy nehéz volt megnyerni? Na. Hát és két De hát, hogy tőled a válszél. Sokat tetszettél, hogy... Na. Hát egy kettő. Várj, tisztesség városzik. Örülsz annak, ha nyerte? Igen. Igen. Nem akarok kint beszélni. Сидите тренуватися для того, щоб вийняти зараз? Кейт хейт. Радий перемозі? Да. Будеш ти далі вперед? Да. Із 9 бійців клубу «Ромспорт» семеро стали переможцями міжнародного турніру.